Az a baj a dicséret intézményével, hogy mindenkire másként hat. Általában mindenki felbátorodik tőle, és innentől vagy öntelt lesz, vagy tényleg elindul a jó irányba. A képletet színesíti, hogy ráadásul a dicséret maga is lehet egy erős túlértékelés eredménye, mint például a tavalyi Conjuring esetében, ami messze nem volt egy rossz film, de az a hozsanna menetoszlop, ami követte, erősen indokolatlan volt. Viszont voltak páran, akik elhitték, hogy ez a film ér annyit, hogy kell hozzá egy előzménytörténet, és nem fogták fel, hogy a 2013-as sablon szellemházas történet ezt egyáltalán nem indokolja. Se baj, így működik a dicséret. Tehát az Annabelle című előzményfilmben egy szendepárt látunk, akik szert tesznek a már ránézésre is hidegrázós játékbabára, egyik este pedig hogy-hogy nem betör hozzájuk egy sátánista pár, akiket mielőtt megölnek, a női támadó Annabelle szelleme beleköltözik a műanyag vacakba. Innentől kezdve pedig egymást érik a furcsa jelenségek, Mia és John életében. A legnagyobb gond az Annabelle-lel, hogy olyan kliséket puffogtat el, amik most már inkább röhelyesek, mint ijesztőek. A menetrend szerinti háttérben, Halloweenben balra-jobbra kószáló szellemek egyébként ilyenkor hova mennek? Körbenéznek a lakásban? Keresik a cukrot? Vagy amikor mindenféle fondorlatos felvezetéssel igyekeznek ráhozni a frászt szegény Miára, komolyan elgondolkodtam, hogy a démonok ennyire ráérnek? A legtöbb ijesztés annyira túl van gondolva, hogy egyszerűen megöli az atmoszférát, és az a baj, hogy ilyenkor lehet tetten érni, hogy a horror maga nem működik. Összesen két komolyabb ijesztés van az Annabelle-ben, és abból is az egyiket már lelőtte a korábbi tréler. A színészek igazából nem rosszak, bár a férj minden jelenetében olyan arcot vág, mintha éppen az előbb mondtak volna neki egy falrengető viccet, ami elég hangulatgyilkos, amikor az egyik kulcsfigura beteg ágya felé tart. Meg persze nem kell csodálkozni, hogy a kukába kihajtott baba a gondosan összerámolt költöztető dobozok alján véletlenül felbukkant. A kapcsolati rendszer sem áll a helyzet magaslatán, a könyvtáros nő minden komolyabb háttér nélkül tud mindent a szellemvilágról, sőt, tart otthon egy sátánizmus A-tól Z-ig vallástörténeti kisokost, amit bármikor felajánl egy arra tévedő kismamának. Gyerekek rajzolnak valamit a lépcsőházban, akikre külön jelenetet szán a film, de akik utána nyom nélkül eltűnnek. Felbukkan egy rendőr, aki segíteni akar az áldozatnak, de furcsa mód a film elejé támadókról hónapokkal később még azt sem tudja biztosan, be voltak-e drogozva, pedig az ügyaktája ott van kinyitva a kezében. Az Annabelle egy vicces film, ami néha meg tudja ijeszteni az embert. Annyira átgondolatlan a történet és rogyadozó lábakon áll a film váza a pincétől a padlásig, hogy elég sokszor fogunk az óránkra pillantani, ezzel kapcsolatban viszont van egy jó hírem, az Annabelle a mostani trendekkel ellentétben nincs két óra hosszú. Sziasztok!